Azoknak, akik vasárnap az M7-es autópályán próbáltak haladni Budapest irányába, ismerősek ezek a képsorok. Órákon át csak egy sávban tudtak araszolni az autósok, mivel ennek a kamionnak a mentése zajlott egészen a késő délutáni órákig. Eddigre már több mint 20 kilométeres sor állt az M7-esen. Az elsődleges információk alapján dúrdefektet kapott a kamion, és ennek következtében vált irányíthatatlanná, majd ütközött neki a szalagkorlátnak, ahol felborult. 15 fehérvári tűzoltó, valamint katasztrófavédő próbálta az 50 tonna teherbírású darú segítségével felállítani a kamiont, hiába. Munkájukat több tényező is nehezítette. Egyebek mellett az, hogy a jármű 16 tonna gyümölcsel és zöldséggel volt tele, valamint hogy a szerelvény a csörlő súlya alatt elkezdett összeroppanni. Egyrészt a kamion, ahogy elhelyezkedett, az veszélyeztet az autópálya forgalmát, tehát mindenképpen ennek az eltávolításáról gondoskodnunk kellett. Ugyanakkor a daruval történő emelési kísérlet nem járt eredménnyel, hiszen a jármű szerelvénynek, magának a vontatmánynak az állékonysága nem engedte ezt meg, hogy rakományon együtt felállítsuk a kerekeire. Ezért kézerővel kellett a 16 tonnányi rakományt, amely zöldség és gyümölcs volt, a járműből eltávolítani, hogy később aztán meg tudjuk emelni a kamiont. 10 civil sietett a mentést végzők segítségére, de így is órákig tartott, mire a több tonna rakománytól megszabadították a szerelvényt. Ezt követően már teljes útzár mellett haladtak a munkálatok, és a kamiont is sikerült kiszabadítani az árokból. A kamion sofőrjét egyébként a tűzoltók szabadították ki a fülke fogságából, utasa könnyebben sérült. Azt, hogy kit terhel felelősség, a rendőrség még vizsgálja.